Az országos vasutas véradónapot idén is a MÁV, ZRT, a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat közösen szervezte meg. A szeretet ünnepének közelettével véradásra szólították fel az embereket, hogy az egyik legértékesebb, legkülönlegesebb ajándék formájában fejezzék ki szeretetüket ismeretlen beteg embertársaik felé. Vasútállomásokon és a vasutas művelődési házakban nyújthatták önzetlen segítségre karjaikat a véradók. Országosan 13 helyszínen, többek között Budapesten, Szegeden, Békéscsabán és Nyíregyházán is várták az egészséges 18 és 60 év közötti embereket. Az önkéntesek véradásukkal hozzájárulhattak az ország ünnepek alatti kiegyensúlyozott vérellátásához. Az országos vasutas véradónapot 11. alkalommal szervezték meg. Részben az a célja, hogy felhívjuk az utazóközönség figyelmét arra, hogy menjenek el vért adni, segítsenek ezzel a bajba került embertársaiknak. Másrészt az a célja a vasutas véradásnak, hogy a MÁV lehetőséget biztosítson a dolgozói számára, hogy részt vegyenek a véradásainkon. Amit nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy az ünnepek közelettével nem csak arra kell gondolnunk, hogy addig, amíg elérkezik karácsony a szeretet ünnepe, megfelelő legyen a vérellátás, hiszen a kórházakban nem áll le a munka, és az ünnepek idején is kell, hogy rendelkezésre álljon az a vérmennyiség, ami az ökkenőmentes kórházi működést lehetővé teszi. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében hetente 500 véradóra van szükség, hogy a vérellátás egyenletes fennakadás nélküli legyen, ezt is segítették a vasutas véradásra jelentkezők. Nyíregyházáról érkeztem, MÁV forgalmi szolgálattevő vagyok, hát hogy segítsék az embereknek, számomra ezért fontos a véradás. Az országos vasutas véradónapot az önkéntesség, önzetlenség és az empátia jegyében szervezték meg idén is, immár 11. alkalommal.